Üdvözlöm Önöket, ez az Aktuális. November 1-én nem csak halottainkról emlékezünk meg, de minden szentek kapcsán az üdvözült lelkekről is. Hogy pontosan miként, arról a következő percekben Harangozó Imre néprajzkutatóval beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm, és köszöntöm a nézőket is. Rögtön itt az elején kell, hogy egy különbségtételt tennünk, ha úgy tetszik, hogy azért a halottak napja és a minden szentek között bár egy napon ünnepeljük, ha ünnepnek lehet ezt nevezni, inkább talán emlékezésnek, megemlékezésnek, de van egy fontos különbség a kettő között, ha talán erre most kezdésként rávilágíthatnánk. Hát, elég nagy különbség van, és nem egy napon ünnepeljük őket. Elsője az minden szentek ünnepe, második a halottak napja. Különböző korban alakultak ki ezek az ünnepek, de a dolog lényege talán úgy fogható meg a leginkább, hogy november 1-én a szenteket ünnepeljük, a szentek azok, akik életükkel, földi életükkel, lehetnek ők névvel bírók, tehát olyanok, akiknek tudjuk a nevét, illetve átestek azon az egyházi eljáráson, amivel szentté avatták őket, és ismeretlen számban vannak olyanok, akiknek nem tudjuk a nevét, vagy adott esetben tudjuk a nevüket, de nem tudjuk azt, hogy szentek. Ez az Isten titka, ez egy misztérium. Őket ünnepeljük ezen a napon. Ugye azt is látni kell, hogy itt az esztendő vége felé járunk, mindenképpen ez az időszak a gazdasági év végleges és teljes lezárásának az ideje, és a szentek sorrendje, az esztendő kerekének rendje kialakult a 3.-4. században, mikor kinek ünnepeljük az ünnepét. Persze hát ez változik, mert folyamatosan lesznek újabb és újabb szentek, akiket aztán beteszünk a naptárba. Tehát érzékelték azt, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik nem férnek bele a naptárba, nincs külön ünnepük, és őket ünnepeljük ilyenkor. Ugye ehhez nagyon fontos ismernünk az egyházképünket. Eszerint az egyházkép szerint az egyháznak három része van. Az egyház ugyan térben és időben létező intézmény, tehát itt és most itt van a világban, de ennél sokkal tágabb, tehát az időt, a profán időt, az egymás utániságot takaró időt, amit kronosznak hívunk, ezt az egyház meghaladja, túlhaladja, és ilyen módon nekünk, szerintünk katolikusok szerint három része van az egyháznak. Ezt azért mondom, mert a protestantizmus ezt az egyházi tanítást kikezdte, ugyanis arról van szó, hogy vagyunk mi a most élők közössége, ez a zarándok úton lévő egyház. Van az az egyház, akik üdvözültek, Isten színről színre látják, tehát tulajdonképpen révbe értek egyháza, ő a szentek egyháza, és az üdvözült egyház. És van egy harmadik rész, ez abból ered, hogy az ember fölismeri azt, hogy az Isten kegyelme meghaladja az emberi képzeletet. És azok az emberek, akik bűnben, bizonyos kisebb-nagyobb bűnökben halnak meg, azok Isten kegyelméből üdvözülhetnek. De hát azért a bűneikkel, a földön szerzett ilyenfajta bűnsebekkel mégsem mehetnek egyből az üdvözültek közé. Ezért van egy köztes állapot, ez a tisztító tűz. Tehát ez a harmadik kategória. Ezt szenvedő egyháznak nevezzük, mert ez konkrétan szenvedést jelent. De ebből egyirányú az út a mennyországba, egyirányú út az üdvözültek seregébe, és a tisztító tűzben szenvedők ideig vannak. Tehát ez még egy picit a földi léthez köti őket a bűnük, mert ebbe a szenvedő állapotba ideig vannak. Na most az a katolikus keresztény gondolat, hogy itt a Földön mi tevőképesek vagyunk, értük. Imádkozhatunk, böjtölhetünk, áldozatot vállalhatunk, jókat cselekedhetünk, és azt mondjuk, hogy ezeket a dolgokat, ezeket az üdvös cselekedeteket, adott esetben a szüleimért, nagyszüleimért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért ajánlom föl, ezzel enyhíthetem a szenvedésüket, megszabadíthatom őket idő előtt, és így tovább. Tehát ez az egyház, ez a keresztény ember jó cselekedet gyakorlatának az eredője. Na most itt ez a három egyház rész találkozik. Az első alkalommal találkozik a Zarándok úton lévő egyház, kötelező parancsolt ünnepünk, tehát fő ünnepe a katolikus egyháznak, minden szentek napja, de ez egy örömünnep, amikor is ünnepeljük a már üdvözülteket.
az ezt követő, egy kicsit későbbi ünnek, nem sokkal, akár egy évszázaddal később, valamikor a 9. században, tehát nagyjából a magyar honfoglalást követő években lett ünnep a halottak napja. Ugye akkor volt egy nagyon erős egyházi válság, amit a klüni reform, Klün az egy bencés apátság volt mai Franciaország területén, klüni reform oldott meg, vagy mozdított el a holtpontról, Odiló klüni apát javasolta azt, hogy november 2-a legyen a tisztító tűzben szenvedő egyház résznek az ünnepe, és tulajdonképpen ekkor alakul ki a halott kultusz, ez a fajta halott kultusz, és ennek a jelképrendszere, ami nagyon érdekes, hogy azok is használják, élnek vele, gyakorolják, akik magukat nem keresztényként élik meg. Vagy egy másik érdekes dolog az, hogy a protestáns egyházközösségekben is elmennek a temetőbe és gyertyát gyújtanak a legtöbben. Bár beszéltem olyan református atyánfiaival, barátaimmal, akik mondták, hogy az ő papjuk annak idején itt-ott ezt tiltotta, mert hát a protestánsok azok elvetik a tisztító tűz teológiai gondolatát, létét, éppen ezért értelmetlenné válik ez a fajta halott kultusz. Na most, amikor jön a reformáció, akkor egyértelműen tiltják, de olyan erősen ott van a népben ez a vágy, meg a megemlékezés kényszere, hogy igaziból nem tudják tiltani, Erdélyben, protestáns körökben világításnak nevezik. Egyébként éppen emiatt, tehát úgy picit bedobták a gyeplőt, és engedtek a tömegkövetelésnek, és hát akkor lett belőle egy szép szokás. Érdekes az, hogy ők például, mert ugye mi katolikusok kimegyünk, gyertyát gyújtunk, rendbe tesszük előtte a sírokat, és imádkozunk a halottaink lelki üdvösségéért. És ők pedig arra biztatják, például voltam olyan református istentiszteleten, ahol a lelkész arra biztatta a híveket, menjenek, és jusson eszükbe valami szép, jó gondolat a halottaikról. Tehát megpróbálnak valamilyen okot adni ennek az ünnepnek. Egyébként a fénymisztérium nagyon erősen belejátszik, és nyilván abban, hogy ez pont itt van. Tehát gyakorlatilag az esztendőnek egy olyan fordulója, amikor már a sötétség az olyan módon átveszi az uralmat, hogy nagyon látványos, hogy a nyári nap maximumhoz képest megyünk a karácsonyi fény minimum felé, és ez egy olyan kapu, amikor gyertyát gyújtunk, tehát a világosságot idézzük a sötétben, világítunk a halottainknak. Ez, amit mondtam, ez a régi, ősi, ha úgy tetszik, ókeresztény gondolat, hogy alamizsnálkodjunk, ez a keleti és nyugati egyházban egyaránt ott van. Csíkban jegyezték le néprajzosok, Vámszergéz, a Székely László és mások is, hogy azt gondolják a csíki székelyek, hogy ilyenkor a halottaik hazamennek. De nem mennek be a házba, csak azt figyelik, hogy a kapuban van-e olyan koldus, aki szomorú, hogy nem kapott semmit. És ha nem kapott semmit ez a koldus, akkor ők sírva mennek vissza a túlvilágba, szomorúan, éhezve. Tehát amit a koldusoknak, a szegényeknek adnak egyébként Csíkban, ilyenkor külön kenyeret sütnek, amit kolduslepénynek, vagy halottak lepényének hívnak, és ezt azonnal elviszik és széjjelosztják a falu szegényei között. Tehát ez egy nagyon ősi elemi szokása az embernek, hogy a halottak nevében, a halottak lelküdvösségért, a szabadulásukért ez adakoznak. Azért az érzékelhető, hogy ahogy igazából minden olyan ünnep, amely az évnek egyébként egy piros betűs vagy meghatározott ünnepe, és ez hát fakad ez ugye a keresztény ünnepekből, illetve a keresztény háttérből, azért erőteljesen konzumizálódott az elmúlt évszázadokban, de leginkább azért talán mondhatjuk azt, hogy a 20. század, és főleg így a 21. század eleje erőteljesen rányomta a bélyeget, például a halottak napjára is. Nem akarom átvinni a témát egyébként a Halloweenre, mert ugye a mostani beszélgetésnek, hál' Istennek nem ez a témája, de mégiscsak érzékelhető az, ahogyan azt a botránykövet, ami a halál,
hogy ezzel nem igen tud mit kezdeni a társadalom. Ez a döbbenet, hogy a Halloween mostani ünneplése egyébként, amit mond, az teljesen így van, csak különbséget kell tennünk mondjuk a 20. század közepétől a végéig a létező szocializmus idején, egyfajta ideológiai átírása volt, és ezt követően ez az ideológiai átírás, felülírás, ez föllazította az emberiségnek ezeket az alapköveit, és most pedig újult erővel támad egy kifejezetten ugyanolyan szándékú és ugyanolyan törekvésű az emberi kultúrát gyökerében megmozgatni. Ugye annak idején a programadó dalban is benne volt, hogy a múltat végképp eltörölni. Most ez kereskedelmi módon jön. Tehát ilyen a Valentin nap, ilyen a Halloween. Egyébként meg hát kifejezetten keresztény gyökerű, hát a Halloween kifejezés a szentek előestéjét jelenti angolul. Ezek mindig valami nagyon régi dologra nyúlnak vissza, egészen új vallási irányzatok is ilyenek, ősi, akár sok ezer éves keleti, déli ilyen-olyan vallásokra visszanyúlnak. Ezeket a maguk kereskedelmi logikája szerint átrendezik, majd szépen tematizálják az embereket. Az a félelmetes, hogy teljesen védtelenek vagyunk, egyébként jobb sorsra érdemes emberek, óvónők, tanítónők, tanárok, azt hiszik, hogy hagyományt őrzünk azzal, ha tököt faragunk, meg bocsánat, a Halloween megidézése az nem más, mint az bomló emberi tetemek megidézése. És ezek a bomló emberi tetemek szabadulnak rá a világra. És még ezt mi szeretjük is, a kicsi gyerekeinknek bomló emberi tetemjelmezt kölcsönzünk pénzért, és akkor ilyen kedves csoki adományozó szokást fabrikálunk belőle. Ez egy Amerikában, ez egy valóban ősi kelta pogány hiedelem elemből építkező, kereskedelmi buli, ahol el lehet adni azt a tököt, ami minden normális világban a marhák és a sertések táplálására kiváló, a tök magból pedig lehet szotyolázni. Gyerekkoromban, én faluban Újkigyorson nőttem föl, rengeteg tököt faragtam, nagyapám néha bosszújára, néha örömére, az összes unokatestvérem lány volt, nagyon szerettem őket riogatni vele, disznózsírból fabrikáltam, meg egy májkrémes dobozból mécsest, órán száján dőlt a füst, ezért nagyapám haragudott, mert a gyertyát még csak tűrte, mert a disznók aztán ezt megették, de a tök magot nagymamám megtisztította, megpirította, és nagyon finom volt. De ennek semmi köze nem volt Halloweenhez, meg időponthoz sem. Tehát amikor volt tök szeptember végétől kezdve, amikor eszembe jutott, akkor én faragtam egy-egy kiadós nagy tököt, és föltettem a kerítés tetejére, hogyha jöttek a lányok, hogy rendesen ijedjenek meg tőle. Persze hát ezt ők is tudták, és nem ijedtek meg rendesen, de hát az emberben van ilyen törekvés. És ahelyett, hogy finom sült tököket ennénk, ahelyett szétfaragjuk ezeket a marhának való tököket. A legkedvesebb volt, egyszer a Csabai piacon láttam azt, hogy halogén tök, mert a Halloween-t az nem bírta akceptálni az eladó, és kiírta azt, hogy halogén tök kapható. Ha világított, akkor rendben volt. Tehát bizony ezek a dolgok nagyon összezavarják az embert. Azt az ősi, letisztult, évezredek csiszolta rendet, az esztendői körrendjét, ami az emberi létünknek a része. Valamikor halottak napjára mindenki haza látogatott. A kettő egyébként, amit a bevezetőben mondott, hogy picit egybemosódik, tehát ugye ez a Minden Szentek és a halottak napja, hogy az egyházban mindig volt vigília, ugye a Halloween is ebből jön. A vigília az az ünnep előestéje. Na most a Minden Szentek estéje a halottak napjának a vigíliája. Éppen az az alkalom, amikor a legalkalmasabb világítani. Nyilván benne volt ebben az, hogy a Minden Szentek a katolikus tanítás szerint a szentek velünk imádkoznak. Ha megnyerjük őket, Istennél közben járnak, értünk. Tehát a Minden Szentek estén illő és üdvös, ahogy a liturgia szövege mondja, imádkozni a halottainkért. Meglátogatni a temetőbe, másnap éppen a halottak napja van. Tehát, és még egy nagyon fontos dolog, ugye, amit mondtam, hogy sokszor az emberek nem tudják, hogy mit tesznek, ez a gyertya misztériuma, a gyertya jelképisége. Ugye a gyertya, ami viaszból, hagyományos körülmények között viaszból, gyertyabélből, amit a régiek léleknek hívtak, áll, tehát ez a kettősség, de a kettősség nem lenne jó, mert a harmadik összetevője az maga a fénye. Ilyen módon a gyertya egy szent háromság szimbólum, de egyben önmagában is Krisztus szimbólum, mert ahhoz, hogy fény legyen, ergo élet,
ahhoz szükség van arra, hogy a gyertya tulajdonképpen önön testét adja. Tehát elfogy a gyertya, és ez pedig Krisztus keresztáltozatának a megidézése. És éppen ezért gyújtunk gyertyát a sírokon, és milyen érdekes, hogy azok az emberek, akik ezt adott esetben nem gondolják végig, vagy ha még végig is gondolják, nem értenek ezzel egyet, de ők is gyertyát gyújtanak, ők is világosságot gyújtanak, és mi katolikusok azért oda tesszük mellé, hogy adj Uram örök világosságot a meghalt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Tehát ez a földi múlandó világosság itt a sírokon, az örök világosság megidézője, óhajtása. Hát mutasson ez előre, különösen annak tekintetében is, hogy haladunk az év vége felé, ugye, ahogy ezt ön is említette, és hát közeledünk ahhoz az ünnepkörhöz, amely talán a konzumizálódás ellenére is még mindig az egyik legfontosabb ünnepe. Talán mondhatjuk azt, hogy a társadalom egészének ez pedig a karácsony, amely megint csak a szabad az ön szavába öltenem az enyémet, nem a ajándékvásárlásról, hanem Krisztus születéséről szól. Erről is fogunk majd beszélgetni, azt hiszem, egy következő műsorban. Igen, de ez is teljesen ide tartozik, mert tudom én, október közepén, október elején bizonyos kereskedelmi helyeken megjelenik a karácsonyi díszlet. A másik pedig, ugye jön az advent, az még közelebb van, karácsony megelőző 4 hét, ami a várakozás ideje. És mennyire szembeötlő az, hogy a mai világ ebből bronz, ezüst, meg arany vasárnapot csinál, tehát az advent, ami a visszahúzódás, az elcsöndesedés, a számvetés ideje kellene, hogy legyen. Egyfajta nem olyan szigorú bőjt, mint a húsvétot megelőző nagybőjt, de bőjti időszak. Én ezt valamikor 31 évvel ezelőtt fiatalként úgy fogalmaztam meg, hogy az advent a lelki ösvények tisztításának, a lelki utak takarításának az ideje. Most ezt egy kifejezetten marketing időszakká teszik, és nem tudnak különbséget tenni az advent, pedig a régi liturgikus rendben nagyon markánsan elkülönültek az adventi énekek a karácsonyi énekektől. Tehát a várakozás énekei, a várakozás rítusa, a beteljesedés énekeitől, rítusától. Na most én úgy gondolom, hogy az embernek ebben a korban, amikor minden nyom bennünket arra, hogy a valódi szerelem és szeretet helyett kis tökéletesen fölösleges ajándékocskákkal, virágokkal, meg nem tudom én mivel fejezzük ki az érzelmeinket, a halottak iránti valódi tisztelet és imádság helyébe ez a meglehetősen bornít bohóckodás legyen, idézőjelben egy konkrét személyt, egy konkrét esetet, egy intézményt idézek, hogy hát ők, azt mondta az egyik pedagógus, hogy hát ők hagyományőrzők, hiszen milyen szép ronda fekete kalapokat és hullajelmezeket szereztek be a gyerekeknek, tehát kicserélik, lecserélik, ahogy annak idején fenyőünnepet, meg gyedmaróz télapót csináltak Szent Miklósból, igen, Krisztus születéséből fenyőünnepet próbáltak kreálni, most kereskedelmi formában Santa Clausra és Halloweenre cserélik az ünnepeinket. Tehát fontos, hogy az ember ismerje, értse ezeket a folyamatokat, és a maga módján ellen tudjon nekik állni. Hát talán most ez a beszélgetés is ismét rávilágított ennek a gyökerére. Köszönöm, hogy itt volt és beszélgethettünk. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt az Aktuális. Kísérjék figyelemmel műsorainkat a televízió képernyőin, és kövessenek minket a behir.hu-n. Viszontlátásra!